Sziasztok! Én Adrienn vagyok, Magyarországról jöttem, és ez az én festményem. Engem mindig is nagyon érdekeltek a művészetek, a festészet, de sokáig nem próbáltam ki, mert úgy gondoltam, hogy nem vagyok benne tehetséges, nem vagyok elég jó benne. És azután egyszer csak úgy gondoltam, hogy nem fognak ezek a gondolatok visszatartani abban, hogy kipróbáljak valamit, vagy csináljak valamit, amit igazán szeretnék csinálni. Úgyhogy egy pár hónapja festettem meg az első falfestményemet, és nagyon-nagyon beleszerettem ebbe a dologba, nagyon imádtam festeni. Számomra ez egy meditatív foglalkozás volt, és úgy éreztem, amikor festettem, hogy az idő az eltűnt, és csak a festészetre koncentráltam. És utána festettem még egy-két falfestményt, és aztán megláttam ezt a lehetőséget a workaway-en, hogy lehet ide jönni ebbe a hostelbe, és lehet önkénteskedni, és megfesteni egy falfestményt a falon, és egyből jelentkeztem rá, és nagyon örülök, nem bántam meg, és úgyhogy itt festettem meg ezt a festményt, és nagyon-nagyon élveztem ezt a lehetőséget.